Számcíme Videománia, és a Magyko körülbelül egy évvel keresett meg, hogy szívesen készíteni nekem és a csatornámnak egy szignált. Akkor még csak egy 10-15 másodperces rövid szignálban gondolkodtunk, és ebből lett az idők folyamán egy 3-3 és fél perces szám, és ahhoz készítettünk egy klipet. Televízió nézőknek is mondjuk el, hogy vannak ilyenek, hogy youtuberek, vannak ilyenek, hogy videobloggerek, és nekem is van egy ilyen videoblog csatornám, ahol több mint 500 000 követőm van, és filmeket mutatok be főleg. Úgy hozta a sors, hogy egy baráti társaságba keveredtünk. Én mindig néztem az ő videóit, és Péter is követte a neozenekar pályafutását. És amikor először találkoztunk, hát nem mondom, hogy legelőször, de már elkezdtünk arról beszélni, hogy valamit majd fogunk csinálni, és végül is ebben a dalban és ebben a közös videóklipben csúcsosodott ez ki. Kerestük azt a fajta témakört, ami mind a két, tehát a Videomániának és a Neónak is valamilyen meccéspontja, valamilyen közös gondolat, és mivel mindannyian rajongunk egyrészt a videótechnikáért, a videoklippekért, nem csak mint zenekar a zenéért, hanem azért a korszakért is, amikor ez az egész így elkezdett fejlődni, mondjuk a 80-as évekre gondolok itt, ezért arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan médiamontást, egy olyan alapvetően a médiáról szóló médiamontást, amivel nem akarunk feltétlenül állást foglalni, hogy ez most jó vagy rossz, egyszerűen egy kicsit görbe tükröt mutat nekünk, hogy milyen szinten váltunk médiafogyasztókká, és a dal is erről szól, tehát egy picit saját magunk karikatúrája, hogy rettentesen sok időt töltünk a médiaval való foglalatoskodással, és erről szól a szám is, és a videóklip is. Nagyon fontos a szövege is a számnak, hogyha valaki jobban figyel és tud angolul, egy kicsit magasabb szintű angol tudást igényel ennek a szövegnek a megértése, akkor tudja és rájön, hogy a Videománia kifejezést értelmeztük újra, amivel a médiára és a médiafogyasztási attitűdökre reflektálunk.